Kedves nézőink, szeretettel köszöntök mindenkit. A Miért is sorozat immár 68. adását látják. Beszélgető társaim, Verán Ferenc atyát nem kell bemutatni, akkor menjünk tovább. Fejérdi Tamás. Fejérdi Tamás szintén sokat szerepel, de utóbbi időben már nem látták. Kotolácsi Mikóczi Ilona. Aki másodszor van, azt hiszem itt, és igen. Először Szilvai Gergely, mint hogy először, akkor egy pár mondatot kérnék szépen. Nem mondjuk magamról pár mondatot? Hát én a kecskeméti piaristákhoz jártam, aztán a középiskolába, aztán a Pázmányon végeztem történelem kommunikáció szakon, és ott doktoráltam politikai elméletből, és azóta főállásban újságot írok, és sok éve a Mandinernek vagyok. Miből lesz az újságíró? Meg időnként tanítok egyetemen, és van hat kötetem. Úgyhogy röviden. Hát akkor vágjunk bele. Méltóságos asszony, méltóságos uraim. Ugye furcsa lenne, ha így szólítanánk egymást. A magam részéről örülök, hogy ez a nagyságos, méltóságos, kegyelmes világ eltűnt. Hiszen ha most az egyetemes emberi méltóságról akarunk ma beszélgetni, ezek a megszólítási kategóriák pont az ellenkezőjét üzenik. Azt üzenik, hogy az emberek vagy semmik, vagy nagyságosok, stb. Ezek a megszólítások egyébként devalválódtak az idők folyamán. Bethlen Gábornak még reménykedni kellett, hogy Bécsből megkapja a nagyságos fejedelem címet. Most a 20. vagy mondjuk már a múlt században minden bevásárló asszony a piacon nagysága volt. Ez így igen. De ezért mégiscsak egy furcsa gondolat az, hogy van valami, ami minden embernek kijár, függetlenül mindentől. Milyen a bőrszíne, milyen nemű, gazember vagy szentéletű. Akár minden, pusztán azért, mert ember, kijár neki a méltóság. Az első kérdésem az mindenkihez, hogy mi ennek a forrása, honnan jön ez a gondolat? Erre az egyháznak van felelete talán, Berán atya kezdje. Van egy olyan hivatalos feleletem is, az, hogy az ember Isten képességéből fakad, de az az érzésem, hogy az emberi természetből fakad. Tehát, hogyha valaki úgy komolyan veszi a saját természetét, és túl tud látni emberi gyengeségeken, és lecsúszott emberekkel is mélyebben tud beszélni, akkor felfedezheti azt, hogy az ő lelkem mélyen is ott van ez a méltóság. És ő nem is, nincs is ennek tudatában igazából talán, tehát ő nem hivatkozik az Isten képviségre. Sőt, lehet, hogy önmagát egy nagyon elesett, gyenge embernek tartja. De mégis, hogyha a szeretettel fordulunk felé, jósággal fordulunk felé, akkor felszíne jön benne valami olyan dolog, amitől néha ő is meglepődik, hogy igen, ez bennem van, és ezt valaki észrevette, és ezt tisztelik az én egyéniségemben. Tehát én úgy gondolom, hogy a hitemből fakadóan, hogy ezt az emberi méltóságnak a teológiai alapját az Isten megadta a kinyilatkoztatással, a Ról Szövetségben Isten képességgel, az Új Szövetségben Isten gyermekséggel, és ezt kibontotta, tovább vitte. De ugyanakkor, hogyha valaki csak az emberi természetet nézi, vagy az emberi kapcsolatokat nézi, és túl tud tekinteni, mondom, egy-két ilyen zökkenőn, és kicsit mélyebbre lát, akkor ott is felfedezheti azt, hogy az embereknek a lelkemén ott van ez a emberi méltóság. Tudatában vannak ennek, és örülnek, hogyha valaki ezt a felszínre tudja hozni, vagy csókolni. Megértés? Talán érdekes az, hogy egyrészt ugye az emberi természet, meg az Isten képiség a keresztény felfogás szerint azért
egymásból fakad, vagy hát az emberi természet az Isten képviségből jön, de ugye sokan, akik mondjuk úgy 100-200 évvel ezelőttük, sokan, akik nem hittek az Isten képviségben, nem voltak keresztények, azok azt gondolták, hogy az emberi természetből egyetemesen le lehet vezetni mondjuk ugyanazt, amit a keresztények az Isten képviségből, de aztán ez azért szétcsúszott, szétvált a 20. század, de a 10. század folyamán is, tehát a világban valójában többféle emberi méltóság, magyarázat, vagy eredet magyarázat van érvényben, és valószínűleg egyébként például emberi jogi tankönyvek is leírják, hogy akármilyen jogi dokumentumokat adnak ezzel kapcsolatban, az, hogy ezek honnan eredeztethetők, abban sose lesz a világban konszenzus, és szerintem egyébként az első ilyen szempontból, hogy egyetemes igényen fellépő eszme az a kereszténység volt. Tehát se a rómaiak, se a görögök, az ázsiai kultúrák aztán meg pláne nem próbálták meg ezeket egyetemes módon definiálni. A kereszténység mondta talán először azt a világtörténelemben, hogy neki van egyetemes igénye etikailag is, meg az igazság igényében, a tanítás tekintet, ugye a kinyilatkoztatás, mint egyetemes érvényű dolog, és ebből fakadóan az antropológiára, az embertanra vonatkozólag is, és az például ez. És nagyon érdekes, hogy a 20. században ez odáig tartott a szétcsúszás, hogy amikor a Jacques Maritainnek részt vettek a egyik ilyen emberi nyilatkozat megszerkesztésében, akkor is kiderült, hogy mindenki más gondol az eredetéről, de összehoztak egy konszenzust, ami valójában nem egy filozófiai konszenzus volt, hanem egy politikai konszenzus. Megegyeztek a tartalomban, de hogy ki miért, hogy magyarázza meg, ki miről mondott le, meg amit még betett volna, az már más tészta volt, és még egy gondolat, hogy eljutottunk odáig a 90-es, 2000-es évekre, hogy egy Richard Rorty nevű posztmodern filozófus azt írta, hogy valójában nem is kell foglalkozni azzal, hogy ezek honnan vannak, nem is lehet megismerni ennek az eredetét, az a lényeg, hogy hasznosak az emberi jogok, és ettől kezdve, hogy különféle magyarázatok vannak, és ezt az emberi méltóságra is értette. Az emberi méltóságról attól kezdve ugye mindenki egyetért bizonyos területekkel, hogy ez az emberi méltósághoz tartozik, az nem, de van lesz egy csomó olyan terület, a mai kultúrharcos témák, mint abortus, eutanázia, stb., amiről Berán atya is egy tanulmányában írt, vagy többen is, amelyekben viszont nem lesz egyetértés. És akkor ez a fura helyzet, hogy a kereszténység a nyugati világban teremtett erről egy konszenzust, és ez már a nyugati világban sem ér úgy, ahogy korábban volt. Abból származik egyébként, tehát a szekuláris felfogások sem tudják letagadni, hogy közük volt a kereszténységhez, de ilyen fura helyzetben vagyunk most, csend, ilyen hosszan. Tehát a vallási gyökerekről akkor ilyen értelemben beszéltünk, de mit mondanak a jogászok? Hát ugye igazából rácsatlakoznék az előttem szólóra. Ugye megszületett az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948-ban, és ebben először tényleg konszenzussal leírták, hogy minden embert megillet az emberi méltóság. És hát nézzük meg, hogy 48-at írunk, és ugye a nyugati világból indul ez a kezdeményezés, hogy írjuk le, hogy foglaljuk össze, hogy mik azok az emberi jogok, hogy kerüljünk el egy olyan világégést, egy olyan totalitarianizmust, egy olyan borzalmat, amit éppen csak mögöttünk hagytunk, ugye? És hát akkor, hogy ezt hozták össze, hogyan nem? Azért az tény és való, hogy nekem az emberjogi tanulmányaim alatt, ahol nagyon-nagyon szekuláris környezetben voltam, azért azt senki nem tagadta, hogy ez a kereszténységből indul, és ugye próbálták mismásolni, és hogy hát ugye ez az az aranyszabály, hogy ne tegyünk másnak olyat, amit nem szeretnénk, hogy más tegyen velünk, és hogy innen indulnak az emberi jogok, de tény is való, hogy azért kimondták, és ki lett mondva az is, hogy hát ez a kereszténységből igazából ezt eredeztethetjük, mert ott ez az egyetlen vonal, ez az a vonal, nem az egyetlen, mert a judaizmusban is, akár az iszlámban is az Isten képére való teremtettség megjelenik, de amiben tudunk kapaszkodni. És
Ugye eltelik pár év, tehát most ugyanazt éljük, amit akár vonhatnánk párhuzamot az EU alapítására, hogy az alapító atyák létrehozták az Európai Uniót annó, hogy ne legyen éhség, ne legyen háború, ma ezeket mind elfelejtettük, tehát megszületett az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata, létrehozták az ENSZ-et, kvázi megtörténik egy összefogás, aztán szépen az idő folyamával ez kifullad, és ezt látjuk szerintem a mai világban, hogy a nyugati világ, ahogy távolodik, ahogy nyomatjuk a szekularizációt, ahogy száműzzük a keresztet a falakról, ahogy próbáljuk a referenciákat elbagatelizálni, tehát ez zajlik szerintem most az emberi jogokkal is valamilyen szinten, ha hagyjuk. Tehát szerintem, tehát ezek fontos dokumentumok, és a mai napig, tehát referenciaként nagyon jó mindenki számára, hívő, nem hívő számára, viszont tudatosítani kell, hogyha kihúzzuk ezt a növényt, kvázi, ezt a virágot abból a talajból, az istenképmásság talajából, akkor ott értékvesztés lesz, akkor ott elbagatelizálódik, akkor nagyon könnyen becsúszik más, és akkor oda lyukadunk ki, hogy ahogy évszázadokkal előtte is, tehát minden kultúrában, ahol az emberi méltóságot nem vették alapnak, tehát valakik mindig a gyengébbek lesznek, és a gyengébbeket mindig az eltiprás várja. És aztán fordul a kocka, és megint a másik kerül a gyenge pozícióba. Tehát akkor ismét beindul ez az ördögi kör, ami lehet, hogy már beindult. Kérdés, hogy ezzel most mit kezdünk? Azt hiszem, hogy a méltóság forrásvidékéhez egy kiegészítő mondatot mondanék, vagy mondok. A megváltás, ami kivétel nélkül minden emberre vonatkozik. Az elhangzott az Isten gyermekség, az ugye majdnem ugyanaz, igen, csak itt konkrétan a megváltásnál a megváltottság, igen, jön elő. Na most, aki közélettel volt kénytelen foglalkozni, eszembe jut egy jelenet, parlamentben mellettem ült egy barátom, egy kolléga, aki ugye az egység karizmájában gondolkodott, Kiára féle mozgalomban. És hallgatjuk ott a túlsó oldalon, ágál valaki, és akkor én odaszólok, Pista, most megéled az egységet? Nem olyan egyszerű ez a dolog. Sőt, nagyon nem egyszerű, sőt, nagyon nehéz. Azt kell mondanom, erre még egy kicsit visszatérünk. Én most szeretnék egy kitérőt tenni, ami nem maga a méltóság kérdésével foglalkozik, de egy olyan adalék, amit nem árt, ha tudunk az ENSZ születése kapcsán. A 30-as években kommunista párt meglehetősen erős volt az Egyesült Államokban. És ott egy jeles ember, bizonyos Chambers, hithű pártag feleségével együtt, és egy házasság során megesik, gyermeket vártak. A párt viszont nem tudta összeegyeztetni a mozgalmi munkát a gyerekneveléssel, és ezért abortuszra kényszerítette a hölgyet. A hölgy el is ment a doktor elvtárshoz, de útközben visszafordult, és közölte a férjével, hogy nem tudom megtenni. A férj leírta később, óriási megkönnyebbülést érzett ettől a bejelentéstől, szakított a pártagsággal, és a pártagság mellett mellesleg egyébként orosz kém volt. És szükségesnek tartotta, hogy ezt a tényt és az egész kapcsolatrendszerét föltárja a hatóságok előtt. A kapcsolatrendszerben szerepelt egy Hiss nevű úr. Alger Hiss, White the Chambers és Alger Hiss. Igen. És
az a külügyminisztériumban vezető munkatárs voltam, most nem hittek Chambersnek. Teltek, múltak az évek, hisz bekerült a jaltai delegációba, és utána az ENSZ előkészítését végző Egyesült Nemzetek konferenciájának lett főtitkára. Tehát kvázi levezényelte az egész ENSZ alakulást. De közben egy harmadik személy, szintén orosz krém, megerősítette a Chambers állításait. És akkor már kivizsgálták a dolgot, és egy jellegzetes amerikai megoldás született, meghallgatta a kongresszus Hayst is, és Chambers-t is. Ellent mondtak egymásnak, csak Chambersnek dokumentumok voltak a kezében. És ezek a dokumentumok bizonyították, hogy Hayst hazudik. Na most, a hazugság miatt kapott 4 év börtönt, a kémkedésért nem. Szép. Tehát, na így született meg, és ehhez képest azért csodálatosan jól sikerült szöveg lett az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata, még II. János Pál is iránymutatónak nevezte. És bizony a mi emberi gyarlóságunk nem okvetlenül vetül ki arra a munkára, ami a közreműködésünkkel született. Azért ezt azoknak a híveknek mondom, akik a jó pap, nem jó pap, prédikáció, kifogások világában élnek, nem ez számít. Nem ez számít. Az Istenhez való közelség számít igazándiból. Na most, ahogy az előbb hallottuk, ma ez az emberi jogi karta, így is nevezhetjük, ugye ez a karta szóval már az Európai Unió emberi jogi kartáját nevezzük. Ez bizony eléggé kifordult a maga bőréből. A türelem, a tolerancia címén a tűrhetetlen, a kifogásolandó dolgokat is felsorolják. Most azt a kérdést teszem föl, hogy mi veszélyezteti ma az ember méltóságát? Tamás, téged még nem hallottam. Igen. Én szívesen hallgatok, bár egy olyan mondatot még azért hadd tegyek hozzá az előzés, akkor lehet innen átkapcsolok erre a második kérdésre, hogy számomra abszolút egyértelmű a keresztény gyökerek ennek a dolognak, de fordítsuk meg a kérdést, hogy van-e olyan ember, volt-e, van-e, lesz-e, aki saját maga tudott arról rendelkezni, hogy hova születik, milyen lesz, milyen adottságai lesznek? Nincs. Akkor hogy tudunk különbséget tenni közöttük? Tehát én azt gondolom, hogy maga az emberség az önmagában már ezt a bizonyos méltó, amit így nevezünk, hogy méltóság, hát ezt önmagában leírja. Ez, amit Berán atya mondott, hogy az emberi természetből. Abszolút. Jó, te most, hogy mi veszélyezteti? Hát szerintem leginkább, amik már részben el is hangzottak, az, hogy vannak szépen megfogalmazott elvek, és egészen más történik, illetve az is elhangzott, hogy van egy ilyen hajlam, hogy az erőpozíciójából rákényszerítünk másokra dolgokat. És szerintem ez legnagyobb veszély. Ugye az emberi méltóság az egyfajta szabadságot és szuverenitást is jelent, de semmiképpen nem jelenthet olyasmit, hogy az én szabadságom az is beletartozik, hogy másokra rákényszerítek dolgokat, vagy elvárom, vagy zsarolom, vagy... Tehát én úgy érzem, hogy a legnagyobb veszély a méltóság szempontjából az, amikor valaki visszaél az erőfölényével a helyzetével. Az összes többi ebből levezethető, azt gondolom. Mondjuk én kicsit ilyen műszaki aggyal látva a világot. Erre a valakire rákérdezek. Hát ez a gonosz, egyértelműen. Bocsánat, ha már így mondtuk, hogy hol a gyökér, akkor a másik oldal persze nyilván ott támad, ahol támadni tud, mindenhol. Leginkább a legjobb dolgokat illik támadni, úgyhogy a gonosz működik. Ebből egyetértek, és ez nagyon jó lenne, ha az emberek megpróbálnák egy kicsit az ember tragédiája szemszögén keresztül
két világ harcaként értelmezni azt, amit tapasztalunk nap, mint nap. Mert hogy ez de van. Én nem erre gondoltam most. Sorry. Az erőfölénynél a valaki, az lehet egy személy. Lehet. De lehet az állam is. Lehet. És ez a mai kornak az igazi problémája. Bocsánat, lehetnek civilek is, elnézést, csak én civil szervezet tagja vagyok, ugye az ICOMOS a műemlékekkel foglalkozik, azzal is vissza lehet élni. Visszaélni mindennel lehet, meg élni is, és milyen borzasztó jó dolog, amikor van, mert élünk és nem visszaélünk. Hát amikor le van írva az emberjogi nyilatkozatba, hogy a szülő felelős, szülő joga a gyermek nevelése, akkor büntetik egyes helyeken azt, hogyha például nem a gender teóriának megfelelő nevelést, vagy abból kivonja a gyerekét. Hol van itt a méltóság, tessék hogy, mondani. Hogy adott esetben elszakítják a szülőtől a gyereket, ha azt kvázi bigott nevelésnek minősítik, ami otthon folyik, ami Skandináviában megtörtént eset. Esettek. Nem egyszer. Egész Kalifornia így működik jelen pillanatban. Ugye, és Kaliforniában van az USA legnagyobb iskolakörzete, azt hiszem ilyen 1 millió gyerekkel, a Los Angeles-i iskolakörzet. Ugye. Szóval Amerikában ez hódít ez a dolog, hogy a szülőket kitiltják a gyereknevelés egy jelentős köréből, ami a leginkább a pszichoszexuális fejlődést jelenti, mert ha a gyerek kitalálja, hogy ő ellenkező nem ő az iskolában, akkor ugye ezt nem lehet elmondani a szülőknek, mert azok mérgező szülők ezt nem támogatják, és szélséges esetben még akár egy-két szépen még börtönbe is lehet kerülni, de hogy idegenítik egymástól a két felet, ez bizonyos. Ugye a fő baj az, hogy az emberi méltóságot egyébként nyilván ki lehet küszöbölni egy csomó ilyen sértési lehetőséget, De azt nem tudjuk kiküszöbölni a világból, hogy ott legyen a lehetőség arra, hogy megsértsük az emberi méltóságot, hiszen az a szülő, aki mondjuk a gender ideológia szerint neveli a gyerekét, ezt neki megtiltani nem lehet, de a keresztény szempont, vagy a keresztény értelmezés emberi méltóságát megsérti a gyereknek, hiszen az emberi természet ellen neveli, vagy elfogadja azokat a gyerekkori problémákat, amik azzal lenn valók, és nem kezeli őket. Szóval nehéz ügy a dolog. Küszöbölni semmit nem lehet, de igen. Jó, hát nagyon sok minden van még, ami veszélyeztet. Még azt tenném hozzá, hogy manapság nagyon sokszor, tehát hallottam már azt a magyarázatot, tehát amikor próbálják magyarra lefordítani kvázi, illetve emberi nyelvre befordítani, hogy mi az az emberi méltóság, és elmagyarázni, hogy hát ez az, hogy kedves vagy a másikkal, hogy tisztelet, hogy jó fej vagy vele, és ez átvisszük a szimpátia világába, és ez egy óriási nagy probléma, mert igen, kedves vagyok azzal, aki szimpatikus, akit szeretek, aki tetszik nekem, de pont az, hogy ha valaki aztán nem az én szájam íze szerint működik, vagy nem az állam szája íze szerint például, és akkor jön be itt az, hogy ráerőltetik a pont az emberi méltóságot sértő irányvonalat a társadalomra, a szülőkre, a társadalom rétegeire, és ez lehet a gender, lehet abortusz, lehet eutanázia kérdés, bármint, tehát az összes bioetikai témát ide fel lehet sorolni. De tényleg, hogy most, ha nekem, tehát hogy ez a liberalizmusnak ugye kvázi a rákfenéje, amikor kirekeztem pont a szabadságából a másikat, és csak szimpátia alapon osztom alapokat. Azért van olyan is, ami azt a jelzőt szoktuk használni, méltatlan. Lehet méltatlan helyzet, például a szegénységből, vagy ami tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy úgy adódott, tehát senki nem tett róla, de azért ez nem biztos, hogy így van. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi méltóságot úgyis szándéktalanul is, vagy nem szándékosan is meg lehet sérteni, és itt szerintem rengeteg feladata van tulajdonképpen mindenkinek. Ez most megint az erőfölény az az oldal, akinek viszont lehetőségei vannak. Az ilyen lehetetlen helyzetekből, méltatlan helyzetekből meg kellene próbálni az ugyanolyan méltósággal bíró személyeket kiemelni és kisegíteni, ami hát egy végtelen feladat, gondolom én. Csak én úgy érzem, hogy nem csak megsérteni lehet a
szándékosan, vagy jó szándékkal, idézőjelben az ember méltóságot, hanem helyzetek is vannak, vagy lehetnek, ahol egyszerűen sértődik passzívum, ami a magyarban nem nagyon van, de mégis. Bár egyébként ugye érdekes kérdés, hogy rengetegszer halljuk azt, főleg a liberálisoktól, hogy az emberi méltóság az sérthetetlen, meg az emberi jogok is, és utána pedig arra panaszkodnak, hogy sértik meg az emberi méltóságot szerintük mások, például a keresztények, meg nyilván van olyan dolog, amiben egyetértenek keresztények és liberálisok, mondjuk szegények ügyében, ez gyakran előfordul, de ilyenkor benne felmerül a kérdés, hogy ha az emberi méltóság sértetetlen, akkor valójában, ha valaki szegény, meg ha valakivel bunkó vagyok, meg nem tudom, elveszem a jogait, akkor sem sértem meg az emberi méltóságát, hiszen az előbb azt mondtuk, hogy ez sértetetlen. Most ezt például egyébként ugye a Vatikán által kiadott dokumentum cizellálja, mert van benne egy elég raffinált filozófiai érvelés, mi szerint van egy sértetetlen méltóság mag, és méltóságnak vannak szintjei, és az nem sérthető, de más szintek megsérthetőek. Tehát a katolikus álláspont az elzés ezzel, ez megvan oldva, de azért sok liberális ennél egyszerűbben keveredik önellentmondásba. Bocsát, én csak egy szóhasználatot javasolnék magamnak, legalábbis, hogy szerintem sérthető, de megkérdőjelezhetetlen. És ez két különféle dolog. Tehát az létezik, megkérdőjelezhetetlen, sajnos sérthető. Egyébként, ha még olyan dolgokat kell felsorolni, amik sértik az emberi méltóságot, a keresztény szemmel felfogott emberi méltóságot, akkor szerintem elég sok NGO-t ide lehet sorolni, mindenről, ami ma szó van, akkor ott van két háború, akkor az EU jelenlegi vezetése, vagy a jelenlegi EU struktúrák, akik ott ülnek az Európai Parlamenttől bizottságig, elég gyakran sértik az emberi méltóságot különféle deklarációkkal, amikor elítélik Texaszt azért, mert Texasban szigorú az abortusz törvény, ugye az Európai Parlament elítéli Texaszt, ez eleve abszurdum, de vagy ilyen LMBTQ deklarációkat tesznek és védik azokat a férfiakat, akik szülni szeretnének, nekik a kórházi jogaikat és hasonlók. Bár ez inkább a nevetséges abszurdum kategória. De amikor rá akarják ezt tolni a tagállamokra, akkor már komolyabb a játék, és sok ilyen nemzetközi szereplő van. Vagy ott van egy csomó olyan multicég, akik például az Egyesült Államokban, amikor valamelyik tagállam mondjuk betiltja, nem tudom, a gender WC-ket, vagy bármi ilyesmi törvénykezést hoz, akkor közlik, hogy kivonulnak az adott tagállamból, néha meg is teszik, nem mindig. Zenészek mondják le a koncertjeiket, és ilyen hiszti keletkezik, és akkor kénytelen a tagállam mérlegelni, hogy neki kell-e annak a 10 multinak a munkahelyteremtő képessége, meg a belülük való bevétel, vagy tehát ez az erőpozíció, amit mondtál, annak a felhasználása abszolút. Ja. Én mint pap azon szoktam gondolkodni, és a evangélium üzenetéből kiindulva, hogy hogyan lehet valakinek visszaadni a méltóságát. Mert ha valakit úgy megtipornak folyamatosan, vagy a származása miatt, vagy a betegsége miatt, vagy bármi, akkor könnyen elbizonytalanodhat. És Jézustól nagyon sokat tanulhatunk, mert Jézus, ha valakivel kapcsolatot akar teremteni, akkor nagyon sokszor úgy kezdi, hogy visszaadja neki az emberi méltóságát. Tehát például az Zakeusnak. Ja, az Zakeus hát egy ilyen közutálatnak örvendő ember volt. Egyrészt, mint vámos, elvette az embereknek a pénzét, a saját zsebére, és dolgozott, ugyan kiszolgálta a római birodalmat is. És azt, hogy Jézus észreveszi őt, hogy fölmászik a figyelfára, akkor megszólítja őt. Akkor azt mondja, hogy nála akar vacsorázni. Tehát egymás után olyan gesztusokat tesz felé, ami visszaadja tulajdonképpen az önbecsülését. És akkor és ilyen hihetetlen nagy elhatározásokat tesz, vagy olyan felé szétosztja, és akit hát megkárosított, annak a többszörösét adja vissza. De nagyon sok eset előfordul. Tehát én, mint lelkipásztor, nagyon sokszor találkozok olyan emberekkel, akik hát nem mondják ki, hogy elveszítették az emberi méltóságukat, de úgy élnek.
és akkor ebből a mínuszból kell őket valahogy fölemelni ahhoz, hogy higgyenek abban, hogy ők még értékesek, hogy vannak jó tulajdonságaik, hogy még a feleség is talán egyszer visszafogadja, vagy találkozhat a gyermekével, és akkor szemébe mer nézni. Tehát az én életem az tulajdonképpen e körül forog. És hát igaz az, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy elveszítették az emberi méltóságukat, meg úgy is néznek rájuk, de ez nem elveszíthető, és ez az ontológiai alap, amit a pápa kiemel. Tehát nem a társadalomról kapjuk az emberi méltóságot. Én még a kommunizmusban, szocializmusban tanultam, a műegyetemen tanultam a filozófiát, meg az etikát, és ott mindent az össztársadalmi érdek szempontjából néztek. Mi az értékes, ami össztársadalmi értéket gyarapítja, és ki határozza meg a mi össztársadalmi érdek, ugye azt a munkásosztály élcsapata, a párt határozza meg. Tehát tulajdonképpen azok voltak kiemelve, akik ezt az értékrendet elfogadták, és ebbe az irányba mentek. Tehát ezt csak azért mondom, hogy történelemben nagyon sokszor kiemelték ezt, hogy nem az emberből fakad ez a méltóság, a társadalom majd megmondja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ezt a méltóságot elnyerje a környezetétől. Az egyház nem ebből indul ki, hanem abból indul ki, hogy akármilyen mérei sület a társadalom, akárnak milyen a véleménye róla, ő ebből a szeretettel kiemelhető, de ki kell hozni belőle azokat az értéket, és ez borzasztó nehéz, de én a tapasztalatom azt mutatja, hogy lehet. Tehát nem mondom azt, hogy nagy sikertörténeteket tudok ezzel kapcsolatban mondani, de lehet. Igen. Batya, még egy mondatot mondhatok a Ferenc atya, amit mond, az engem legjobban megérint, mindenkor Jézus a leprásra gyógyítja és megérinti. Megborzongok ettől a dologtól, hogy ez hogy visszahozza a méltóságát, de igazából... Igen, mert ő tisztáltal, erkölcsileg tisztáltalannak számít, ki volt rakasztva. Nem csak igen. Vagy főleg nem erkölcsileg. Nem, igen. Kultúrosan. Hogy ez az egész dolog, hogy a méltóság az elveszthető, vagy visszaadható, én szerintem tényleg az van, hogy ez egy megkerülhetetlen dolog, de vissza lehet ezzel élni. Tehát én most, hogy mi sérti az emberi méltóságot, azt például sértheti, hogy erre való hivatkozással egyesek, hogy mondjam, azt gondolják, hogy emberi joggá válik az, hogy a világnak melyik pontján akarok élni, hogy jól körüljem a dolgot. Tehát ez szerintem szintén ellenem az emberi méltóságnak. Tehát valamilyen módon az legfontosabb dolog része az lenne, hogy ki a saját méltóságának az őre, kifejlesztője, Isten képiségének, ahogy Ferenc, hogy leírtad legutóbb, azon dolgozzon, és ne éljen vissza vele. Tehát azért én azt gondolom, hogy az a megközelítés, amelyik arról szól, hogy ezen a jogcímen tulajdonképpen mindent össze akarunk maszatolni, egyenlősdi akar lenni, tehát a teremtettségnek a különbözőségei, a csúcszenitől a legfogyatékosabbekig, ez nem mosható össze. És nincs különbség az emberi méltóságban a kettő között. Tehát valahogy én azt érzem a kérdésedre, kedves László, hogy amivel sérteni lehet, ez egy olyan dolog is, hogy egyszerűen csak visszaélni vele. Hát sajnos olyan képességekkel vagyunk megáldva, hogy bármivel vissza tudunk élni. Mint ahogy ez a migrációs kérdés is, amit érintettél, pontosan ide tartozik. Mert, és itt nagyon sok félreértés van a pápai megnyilatkozások között is, egyoldalú interpretációkkal találkozunk, és fölháborodással, meg mi egymással. Hát az az ember, aki valóban életveszélyben van a szülőföldjének sajátos körülményei között, mondjuk a Romániába keveredett magyar ember, aki egyszer csak úgy érzi, hogy összeroppan azon politikai terhek alatt, amelyeket el kell viselnie, mondjuk Ceausescu időben. Az, ha módja nyílik, némelyikük, viszonylag sokan sajnos,
menekül ebből a helyzetből. És sok más példát lehet mondani, ahol a menekülésnek egyértelműen joga van. Abszolút. Ezekkel az emberekkel az emberi méltóságnak megfelelően vagyunk kötelesek nem bezárni az ajtókat, nem mondani, hogy idegen. Így van. És még akkor is, ha nem a szomszédunkról, akkor. És nem a nemzettársunkról van szó, hanem adott esetben egy más kontinens, más bőrszínű emberéről. Ez így van. Erről nyilván nem feledkezhetünk meg. Most ezzel visszaélni, azért, mert én itt csak havi 100 dollárból tudok keresni, 100 dollár tudok keresni, és ennek többszörösét megkapom segélyben Németországban, tehát itt hagyom a hazámat. Mondjuk tanultam középiskolát, esetleg végeztem egyetemet, mindegy, elmegyek. Elmegyek, mert jobban akarok élni. Tehát nem menekülök, hanem valami bevételi forrást keresek. Ugye ezt szociális menekülteknek szoktuk mondani. Ezeknek se szabad az emberi méltóságát megsértenünk, de kiszolgálnunk sem azokat az indokolatlan követeléseket, amelyekkel előáll. Tehát igen, visszaélés kérdése. Én szeretném, ha emberi méltóság megsértése ügyében még szólnánk egy kicsit az eutanáziáról. Már csak azért is, mert azért ez a vita itt lóg Magyarországon és a nyakunkon, még nem tombol annyira, mint sok más országban, de érezhetően jön, és még előttünk van. És akik eutanázia hívők, adott esetben konkrétan saját életükre vonatkoztatva, vagy csak elméletileg akarják a lehetőséget megteremteni, azok nagyon gyakran hivatkoznak az emberi méltóságukra, hogy ők méltó körülmények között akarnak meghalni. Életminőségre is hivatkoznak. Nem mindegy, hogy milyen életminőségben él. Egy bizonyos életminőség alatt már nem akar élni. Ez egy nagyon veszélyes terület, mert ez azt jelenti, hogy ha nem vagy társadalom hasznos tagja, akkor nincs rád szükség. Akkor nyugodtan távozz ebből a világból. Ami még veszélyesebb ebben az az, független attól, hogy például a ugye, amit hétköznapi életben utaznánk nevezünk, az katolikus szempontból úgy, ahogy van, nem elfogadható. Hogy, de hát, hogy ők a saját szabadságokra hivatkoznak, és végül is az embernek van lehetősége öngyilkosságot elkövetni, ez ugyan bűn, de a lehetősége megvan rá. Csak itt azt szeretne, hogy valaki ebbe segítsen neki, de a még nagyobb veszélye ebbe az, amit a Merán atya mondott ezzel az érveléssel, hogy ez egy úgy nevezik ezt ugye a szaknyom, hogy csúszós lejtő, és tehát egyre puhább ismérők alapján fogják eldönteni a... Igen, és ráadásul idő után kiveszik, most már látszik Belgiumban, Hollandiában, máshol, hogy kiveszik a döntést annak a kezéből, aki magáneutanáziát akarna vagy nem akarna elkövetni. Tehát ugye van az, amikor rendelkezik, hogyha ilyen meg ilyen állapotba kerül, akkor legyenek szívesek lekapcsolni, vagy hasonlók. De most már vannak olyanok, hogy olyanokra, akik nem rendelkeznek, orvoscsoportok eldöntik, hogy ő még méltó-e, vagy az ő életkörülményei, meg fájdalmai még összeegyeztetek az élettel, vagy nem, és nem arról van szó, hogy széttörte a vonatok koponyáját, hanem kórházba fekvő emberek, és hát nem biztos, hogy az illető egyetértene az adott orvoscsoporttal. Tehát e felé csúszunk, vagy a hozzátartozók, tehát hozzátartozókat nem lehet kivenni ilyenkor mondjuk egy öntudatlan ember esetében a döntésből, de hogy egyre inkább ez alapján döntenek, hogy nem kemény orvosi tények, vagy betegség állapotok alapján, hanem... Nem, én gazdasági érlek. Gazdasági, igen, ez az életminőség, amit nyilván mindig ott és akkor találunk ki, hogy,
hogy milyen, vajon ő még tudná jól élni, vagy nem, és ez... És e felé megy az összes eutanázia szabályozás, hogy külső csoportok fognak dönteni emberekről, ha ilyen állapotba kerülnek, és nem ők magukról. Hát ez egy kicsit Hitlert jutatja az eszembe. Eugenika. Aki úgy döntött, hogy a zsidók nem hasznos tagjai a társadalomnak, cigányok, hát elmebetegek, fogyatékosok, hát ezeket ne terheljük a társadalmat ezeknek a eltartásával. Igen, amikor egy ember életről mások döntenek, az egy nonsens. Előbb az egy nagyon jó megközelítés volt, amit az előbb hallottuk, hogy ki döntött a saját születéséről. Igen. Na most, dönthetek-e olyasmiről, amit nem én határoztam el? Ahogy a születésemet nem én határoztam el, tulajdonképpen a halálomat sem. Nekem kell. Ahogy azt mondja, a lejtő milyen van lejjebb még annál, ami elhangzott, amikor egyszerűen az ápolónő úgy dönt, és ezeket az ápolónőket azokban az országokban is elítélik gyilkosságért, amelyek egyébként az eutanáziát már törvénybe iktatták. Ez egy kicsit... ellentmondás, vagy legalábbis súrolja az ellentmondást. Hát nem tartotta be az illető a protokollt. De én egy másik oldalra közelítem ezt a dolgot. Jó nehéz kérdés egyébként, hogy ezt így föl, nem készültem erre, de én azt gondolom, hogy olyan nincs, hogy az örök élet szempontjából olyan pillanat, hogy én magam azt mondanám, hogy ne add el, amit a Jóisten akar. Tehát ebben benne az is, hogy a legsúlyosabb betege, reményte beteg is bármikor meggyógyulhat. Persze mindenki meghal, ugye? Tehát ez csak ideiglenes, tehát Lázár is éppen úgy feltámad, aztán nyilván meghalt. Tehát, de az eutanáziában azt látom rossznak, vagy nagyon rossznak, hogy a Jóisten helyébe lépünk. Tehát tulajdonképpen megfosztjuk, most nyilván viccesen fogalmazok egy kicsit, megfosztjuk a lehetőségtől, hogy a legnagyobb szeretete szerint vezessen bennünket az örök életre. És nekem a Morris jut eszembe, amikor nagyon győzködték, hogy ugyan már adja be a derekát, és mondta, hogy nagyon rossz kereskedő lennék, hogy Rissz-Rossz néhány évvel az örökké valóságát odaadnám, és ezt érzem az eutanáziával, hogy lehet, hogy nagyon nehéz pillanatok, és sőt, biztos, hogy nagyon lehet olyan helyzet, de nem vonom kétségbe, hogy valaki azt gondolja, hogy ennél már a halál is jobb. De nem a halálba kell gondolkodni, hanem az örök életben, és akkor mindjárt máshogy látja az ember. Na most itt azért kell tegyünk egy megkülönböztetést, azt hiszem. Hát az én morálteológiai tudásom az nem vetekszik a Berán atyáival, de én úgy emlékszem vissza a Medvegy tanár úr oktatására, hogy súlyos, nagy szenvedéssel járó orvosi beavatkozást nem vagyok köteles elfogadni. Ez igaz. Tehát amit elhangzott, hogy nyilatkozom, ahogy második János Pál, Szent második János Pál állítólag azt mondta, hogy engedjetek el mennem. Ez azt jelenti, hogy egy adott ponton túl ezt a mesterségesen, ma már ugyanis az orvostudomány praktikusan életbe tud gépi eszközökkel tartani akárkit, akármeddig, ez szó szerint nem igaz, de majdnem. Úgyhogy igenis ez egy nagy megkülönböztetés. Azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy passzív és aktív eutanázia. Igen, az orvostudomány így hívja. Tehát a passzív eutanázia az, amikor hagyják meghalni. Aktív, amikor ezt kiváltják. Az egyház nem vette át ezt az orvosok által használt terminológiát, hanem egyértelműen az eutanáziát elutasítja, és ezt a másik esetet, amikor nem tartják mesterségesen életben, valamilyen oknál fogva, ezt túlbuzgóbb gyógyításnak nevezi. Tehát túlbuzgó, ez a neve. És a túlbúzó gyógyítás nem minden esetben kötelező. Tehát két feltétele van, az egyik az, hogy, és sokat gondolkoztam ezen, az egyik az, hogy amit te mondtál, hogy,
hogy az orvosi beavatkozásnak nem lenne eredménye. Másik pedig az, hogy túlságosan nagy anyagi terhet jelent a társadalomnak vagy a családnak. Én először ezzel megrökönyödtem, de aztán elkezdtem gondolkodni rajta, mert valaki azt mondják, mondanák például, hogy jó, mesterségesen életben lehet tartani, nem tudom, a nagymamát, de az egy olyan eszközre van szükség, hogy el kell adni a házat. Tehát a társam nem bírja ezt az anyagi áldozatot, ezt a családinak kellene vállalni, ezt az áldozatot. És erre egy családot nem lehet kötelezni, hogy megvegyék azt a gyógyszert, vagy azt a eljárást, amivel mesterségesen életben lehet tartani valakit. Ha ezt ő vállalja, akkor jó, de ezt nem lehet elvárni. De ezt az egyház nem eutanáziának nevezi, meg nem is passzív eutanáziának nevezi, hanem túlbuzgó gyógyításnak. Tehát bizonyos feltételek mellett a túlbuzgó gyógyítást fel lehet függeszteni. Hát igen, az van egy ilyen teoretikus különbség, hogy nem mindegy, hogy valakinek beadunk egy szert, amit ön meghal, igen, és direkt a halálba segítjük, vagy pedig azt mondjuk, hogy lemondunk bizonyos kezelésekről, aminek következtében hamarabb el fog hunyni talán, de nem megöltük, hanem csak mérleg, ő vagy ő maga mérlegelt ilyeneket, vagy az orvosai és a hozzátartozói, hanem egyszerűen csak azt mondja, hogy ő ezt nem kér. Én ismerek ilyen plébánost ma, de sokan mások megszerek csinálnak, azt mondta, hogy rákja van, és hogy ő a kemoterápiát megimádkozta magába, hogy ő ezt nem vállalja. És ez mert... Igen, nem lehet azt mondani, hogy most halálos bűnt követett el, vagy eutanáziába. Nem. Gondolja, hogy inkább akkor természetes módon szemlézi a következményekkel, de annak a fájdalmait, meg igen, a minden egyéb, azt nem vállalja. De mondom, ezt mérlegelni kell, hogy mikor, tehát bármikor nem lehet eldönteni, hanem két feltétele van, azt előbb elmondtam ezt a két feltétele. Hát, ha a modern embernek lenne istene, ha hazakészülne, ha gyerekkorától fogva, ugye van az a templomi ének Sík Sándor szövegével, hogy neked élek, neked halok, életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok. Tehát már a gyereket ránevelni arra, hogy az élet kezdődik és végződik, és a futás célja, hogy beérkezzünk, akkor valóban nincs értelme a életvégi szenvedésnek, ha nincs meg ez a cél. Tulajdonképpen ebben le is zárhatnánk az eutanázia kérdését, és hátralévő időben tovább lépnénk egy kicsit. Ha úgy közelítem meg a kérdést, hogy az emberi méltóság kinek a saját életében hogyan jelentkezik. Konkrét személyekre, ha gondolsz, megadom-e neki azt a méltóságot, ami jár? A gyerekemet erőszakkal nevelem, vagy érvekkel és jó szóval, ami nem jelenti a büntetés kizárását, ugye, de azért jelent bizonyos méltóságos rávezetését a dolgoknak. Tehát hogyan állunk ezzel, és ezt kibővíteném avval, hogy ezt a méltóságot nem csak egy bizonyos személynek kell megadnom, mindenkinek, tehát konkrét személynek, hanem közösségeknek is. És ez itt a Kárpát-medencében az egymás ellen tusakodó nemzetek között is egy jelentős kérdés. Tehát kiírhatom-e a trikómra, hogy idősebb vagyok, mint Szlovákia? Küldhetek-e üzenetet? Érdekel a szlovák történelem? Elküldöm SMS-be. Ilyenek vannak. Ezek létező dolgok. Nekem volt ilyen pólóm, bevallom. A levegőből beszélek. Ez bizonyos fokig mind az emberi méltóság megsértése. Most amikor ezt tetten érem magam, én nemrég éppen tetten értem magam, mert tapasztaltam, hogy valaki valami jót csinál,
akiről nekem nagyon rossz a személyes véleménye. És felháborodtam, hogy hogy jön ez ahhoz? Ahelyett, hogy megköszöntem volna. Tehát, hogy állunk ezzel a konkrét mindennapi életünkben? Mert elméleteket lehet gyártani, lehet olvasni, lehet tanulni belőle, de vigyük ezt be a mindennapunkba. És még egy utolsó kérdés, majd amire én adok majd egy feleletet, de szeretném a többieket hallani, hogy mit tegyek akkor, amikor azt érzem, hogy engem tiportak meg, hogy az én emberi méltóságom ever a porba. Ütök, visszadobom a labdát. Mit teszek? Néhány nappal ezelőtt az evangélium arról szólt, Szent Bertalannak a apostol ünnepén, hogy Jézus azzal rendíti meg ezt az embert, aki hát hallja azt, hogy elviszik Jézushoz, aki hát ő a messiás, akkor megkérdezi, hogy mi jó jöhet Názáretből, tehát lehet látni ellen érzés van vele szemben. És Jézus azt mondja neki, hogy láttalak a fügefa alatt. De először megdicséri őt, igaz izraelita, láttak a fügefa alatt. Most ez az, amivel vissza lehet adni egy embernek a méltóságát. Nem lehet pontosan tudni, hogy Jézus miért mondta Bertalannak. Nem tudjuk, hogy mi volt a fügefa alatt. Érdekes, nem. Nem, de Ágostonnak van egy érdekes magyarázat erre. Nem akarok erre. Hogy a fügefa az tulajdonképpen, hogy ez a szexuális bűnöknek is a szimbóluma, mert a fügefa levéllel hát takarták el a mesztelenségüket a Ádám és Éva. És vala, így magyaráz Ágoston, hát az, tudjuk, hogy ezt őt foglalkoztatta állandóan, hogy belelátott a lelkébe, és valami olyasmit mondott, amivel jelezte azt, hogy együtt érez vele. Tehát látja, hogy mi a problémája. Na most én úgy gondolom, hogy ha valakinek vissza akarjuk adni az emberi méltóságát, akkor oda kell rá figyelni, nagyon sokat kell érte imádkozni Isten jelenlétében, szemlélni az ő életét, hogy megtaláljuk azt a kulcsot, azt a szót, azt a mondatot, amivel vissza tudjuk adni az emberi méltóságot. Láttalak a fügefa alatt. Te egy igaz izraelita vagy. De ez úgy magától nem megy. Tehát ez kegyelemre van szükség. Hát itt szülőként is ugye ez ember ugye nap mint nap szembesül a gyerekei ellenállásával például, vagy jó ötleteivel, és tényleg szerintem, hogyha ezt így átgondolom, akkor itt a pozíció, tehát hogy milyen pozícióban van az ember, és hogy visszaél ezzel a pozíciójával, szerintem ez egy kulcs, legalábbis nekem, tehát hogy oda tudok-e úgy figyelni rá, hogy közben nem söpröm le a gondolatait, az ellenállását, az ötleteit. És ugye nem csak a gyerekekkel, hanem a többiekkel is. Tehát, hogy ha egy koldusasszony, vagy valaki, aki nekem esetleg éppen kellemetlen szól hozzám, és tudok-e szentelni neki egy kis figyelmet, szerintem az odafordulással, az odafigyeléssel nagyon, nagyon sokat lehet ebben az ügyben lépni és tenni. És ahogy említetted a méltatlan szituációkat, nekem nagy személyes fájdalom a nagymamám a Covid ideje alatt ment el, és nem volt covidos, csak egy és idősek otthonában volt, és annyira méltatlan volt egy pozsonyi nagyasszony, hogy meg se tudtuk látogatni, és hogy a kórházi körülmények, és ott senki nem szólt hozzá, és egyszerűen ez a méltatlanság a történetnek, hogy talán az ilyen szituációban is, amikor persze védjük a társadalmat, vírus van és betegség van, de hogy mégis valahogy lehetőséget teremteni az odafigyelésre, az odafordulásra, hogy valóban megéri lezárni, elzárni azt az időset, azt a szenvedőt a szeretteitől, tehát hogy ilyen szituációkban szerintem nagyon izgalmas és hétköznapi szituációkban tudjuk megélni és másnak a méltóságát visszaadni.
Én azért egy fokkal megengedő vagyok annál, hogy minden nap azt méregeljem, hogy most valamelyik mondatommal nem csak megsértettem akit, hanem az emberi méltóságát sértettem meg, vagy mert valahogy annak nagyobb súlya van, ha ezt mondjuk, hogy az emberi méltóságát sértettük meg, mint azt mondjuk, hogy beszóltam neki, vagy akár valaki elcsatott két pofon, hogy járok judóra, ahol konszenzusosan verekszünk egymással, de hát na, szóval azt gondolom azért, hogy akár amennyire is tisztében tartjuk az emberi méltóságot, olyan nem lesz, hogy mindenki kizárólag szépen beszél egymással, és nincsenek konfliktusok, és nincsenek problémák, és mivel az ember ugye esendő lény és bűnös, bűnbeesés óta, ezért az emberi méltóságot mindig meg fogjuk sérteni. Lehet, hogy mondjuk mi kevesebbet, vagy nem tudom, mint világ más tájaim, vagy nem tudom, de legyen így. De hál' Istennek, én az én életemben szerintem max ott találkozok ezzel élesen, amikor éles publicisztikai vitákat folytatok. Ugye a magánéletemben kevéssé szokott ez így felmerülni. Néha, ha kicsit duranok valaki ellen, akkor utána el szabad gondolkodni, de ilyen nagyon éles helyzet még talán nem adódott. Lekopogom. Kétféle dolgot tudok mondani magamról, hogy valóványszerűen, ahol rontani szoktam. Az egyik az, hogy rossz szokásom, hogy szinte mindenből valamilyen humoros dolgot hozok ki, és ez ilyen rendszerszerűen előtő, és néha van, amikor utólag rájövök, hogy ez a humoros, ez nem volt a helyén. Ez az egyik ilyen, amint jól lenne változtatni, csak így 70 fölött már kicsit nehéz. A másik az pedig a majdnem kényszeresen javítok a hibákat, tévedéseket, pontatlanságokat, és azért ez sem mindig esik jó mindenkinek, úgyhogy tudom, hogy hol kellene javítanom. Ami a második fejét életi a kérdésednek, kedves László, hogyha úgy érzem, hogy belém rongyoltak, azt jobban tűröm érdekes módon, lehet, hogy aztán később nem lesz így, de azt valahogy jobban tűröm, azt gondolom, hogy lehet, hogy meg is érdemeltem, mit tudom én. Tehát ez az úgy nagyon nem rendít meg. Lehet, hogy az előbb említett, hogy mondjam, két negatív dolog itt most pozitívan jön, egyrészt humorosan veszem, másrészt még kijavítom magam, hogy nem is volt igaza. Na jó, szóval valami... Elérkeztünk nagyjából a zárszóhoz. Amit én a végén ki akartam emelni, a leglényegét Merán atya az előbb említette. Van egy indiai származású Páli Szent Vince rendjéhez tartozó karizmatikus szerzetes, aki Antoni Parakimalil, nem baj, bocsánat, ha nem jól ejtem, névre hallgat, és 2020-ban, tehát a Trianon 100 éves évfordulóján egy olyan mondatot mondott, ami kinyitja az emberek zsebébe, sok magyar ember zsebébe a bizonyos bicskát. Nevezetesen azt mondta, hogy Trianonnak helye van Isten tervében. Ez ugye, nem részletezem, hogy ezt miért kifogásolja, ha aki kifogásolja, de Antoni atya nem ellenséges velünk. A trianoni döntést, öt részre szakadt országot, nem is említi a kis lengyel darabkát, azt Krisztus öt sebéhez hasonlítja. Hát ez nem egy ellenséges megközelítés. De azt javasolja, hogy ki az szerint, hogy melyik országba került, imádkozzon azért a népér, amelyik ott többség. És szerinte ez az isteni terv lényege. És ehhez megkapjuk az eszközt az úgynevezett szeretetláng mozgalomban, ami már elég rendesen terjed, de talán egyszer itt ebben a körben is beszélhetünk róla. Keresztény ember számára az egyik legnehezebb parancs az ellenség szeretet. A Trianon kapcsán sok mindennel próbálkoztunk, ezzel még nem. Vagy nem eléggé.
még lehet, hogy éppen ez hiányzik. Az jár jó úton, aki imádságos lelkülettel közeledik a szomszédokhoz. Aki megpróbál beszélgetni közös dolgainkról, legjobb esetben megpróbál együtt imádkozni a másikkal. Ha a 19. században nem tagadtuk volna meg azokat a jogokat, reményeket, amelyeket ma követelünk a kisebbségbe szorult testvéreink számára, akkor talán ez az egész történet nem így végződik. Tehát ezt elmulasztottuk. De Antoni atya javaslatát megfogadhatjuk még. A közös ima akár barátokká is tehet bennünket, ha megadjuk minden szomszéd nemzetnek és annak minden tagjának az emberi méltóságát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!